valaki nézi a Late-show-t Stephen Colbert-rel, annak ez a vidi semmi újdonságot nem fog tartalmazni, de aki nem nézi, annak annyit mondanék, pár percben összefoglaljuk, hogy bizonyos szempontból miért sokkal, de sokkal jobb Magyarországon élni, mint a nagyszerű USA-ban. Legutóbb Floridában történt egy iskolai lövöldözés, igazi amerikai sztori. A gyanúsított egy Uberrel megérkezett az iskolájába, ahol elővette az AR-15-ös géppuskáját, végzett 17 diáktársával, ezután betért egy Walmartba, majd vett egy ücsit a Subway-ben, majd betért egy McDonald'sba, és aztán végül ott is kapták el. Ez beszarás. Kis kitérő. Az USA-ban annyiba telik venni egy géppuskát, mint itthon egy doboz cigit. Ha elmúltál 18, kapsz. Ezt az NRA, a National Rifle Association, vagyis a Nemzeti Lőfegyver Szövetség politikusokat megvásárolt csillió dolláros lobbija teszi lehetővé. Eszetlen mennyiségű géppuskás tömegmészárlások után sincs semmi törvénymódosítás, ami akár csak egy picikét is megnehezítené, hogy a helyi hülye géppisztolyhoz jusson. Vajon miért? Mert az ottani honatyák zillió dollárt kapnak az NRA-től? Nem kell 8 diploma, hogy az ember lássa az összefüggést. És csak úgy, mint itthon, ha valaki bármilyen bírálatot megfogalmaz a Fidesz-szel szemben, az azonnal soros bérencé változik. Na, az USA-ban is ugyanez a helyzet, ha a hatalmas NRA-t meri valaki kritizálni, az azonnal felbérelt, lipsi-bolsi, színészkedő, bújtogatóvá változik. Erre a vádra az egyik diák ledobta az atombombát. If you had seen me in our school's production of Fiddler on the Roof, you would know that nobody would pay me to act for anything. Bam! Asszonta! Ha látott volna engem valaha az iskola színpadán játszani, tudná, hogy engem soha senki nem fizetne semmilyen színészkedésért. Thud! Burned! És ekkor színre lépett a narancsszínű, durcás kisgyerek, az USA 58. elnöke, a világ leghatalmasabb embere, Donald Dickhead Trump, és azt mondta... Teacher would have a concealed gun on them. If you had a teacher with who was adept at firearms, they could very well end the attack very quickly. I think it could very well solve your problem. Azt mondja, fel kell fegyverezni a tanárokat, érted? Elképzelem, amint Takácsné Sárosi Mária egy 44-es magnummal az övében tanít irodalmat, és ha nem jön egy őrült lövöldöző, akkor a diákok megregulázására is használhatja pisztolyát. Ezután Annoying Orange azt twittelte, hogy If a potential sicko shooter knows that a school has a large number of very weapons-talented teachers and others who will be instantly shooting, the sicko will never attack that school. Cowards won't go there. Problem solved. Ha egy őrült tudja, hogy le fogják lőni, ha lövöldözni kezd, akkor bele sem kezd a lövöldözésbe. Igen! Bár még nem értjük teljesen az emberi agyat, annyit már tudunk, hogy ha valaki őrült, az őrült tettét először szintiszta vulkáni logikával viszi végig, és csak utána cselekszik őrülten. Bravo! Majd végül Trumpi bemond egy ilyet. I think we need hardened sights. We need to let people know. You come into our schools, you're gonna be dead. Ha bejössz az iskolánkba, akkor meghalsz. Bármelyik suli dicsőségére válna ez a motto. Ki itt belépsz, meghalsz. És ő az USA elnöke. Ismeri a nukleáris kódokat? Na mindegy. Adjunk hálát az itthoni jogalkotóknak, hogy itt ilyesmi szóba sem jöhet. Hogy egy személyi felvillantásával kapsz egy sok töltényes, gyors tüzelő lőfegyvert. Elnézést a komoly tartalomért, legközelebb majd a Balaton tagadókról lesz szó. Jó napot!